Kiállítás, anekdotamesélés, népdalok, mindez a Gazdagágon. Minden csapat más-más témát dolgozott fel. A kispiaciak az idén a régi ólakkal, azon belül is a tyúkólakkal foglalkoztak. Van búza, rozs, árpa, kukorica. Meg akkor hát vannak egy kis édességek, meg hát vannak régi képek, meg az eszközök, amivel takarítjuk a helyüket nekik, meg akkor a fertőtlenítő, a vödrök, meg a söprők. A magyar kanizsai csapat témája a polgári udvar volt. Az ehhez kapcsolódó eszközöket, tárgyakat mutatták be a kiállításon, amire már több hete készültek. Ez az egyesületben egy nagy gyűjtőmunka, bezsonganak az asszonyok, emberek, azért, mert ugye mozgósítva van ilyenkor az egész család. A rokonság, ismerősök, hogy a régi tárgyakat a témához kapcsolódóan összegyűjtsük. Ezen kívül ugye anekdotát is kell begyűjteni. A rendezvény már több mint 3 évtizede töretlen népszerűségnek örvend, és egyedülállónak számít a környéken. Népszerű, már várják is, és egyre többen szeretnének bekerülni, mivel hogy az idei évtől már mostan tartományilag is kiemelt rendezvény vagyunk, és ez azt jelenteni, hogy hát távolabbról is hívhatunk, de a kanizsai községből mindig az a 10 község, amit van Kanizsához, ami tartozik, azt állandóan itt voltak már az elsőtől kezdve, ők szinte elvárják. Az idén a legjobban teljesítő csapatnak összességében a magyar kanizsaiak bizonyultak.